Sziasztok srácok! Remélem mindenkinek jól telik a napja, én két vagyok. A mostai videóban a rangsról csatákról szeretnék beszélni, mivel hétfőn fog indulni, és szerettem volna nektek egy tankajáló videót összerakni, illetve pár tippet, illetve trükköt mondani ahhoz, hogy könnyebben tudjatok haladni, úgyhogy kezdjünk is bele. Látjátok, láthatjátok, behoztam itt a cikket, és ugye lát, ugye itt írja, hogy január 10-én fog kezdődni, azaz az hétfőn 10 órától a, rangsorolcsata, és ugye megint 14 napig fog tartani, tehát január 24-ig van időtök, ugye befejezni. Láthatjátok egyébként, hogy hétköznaponta ugye 14 órától fog kezdődni hajnali 2-ig hétvégente már 10 órától tudjátok csapatni ugye az EU-1-es uh, szerveren. Ugye, a, ez már második. Uh, felvonása, ugye a 2021-2022-es ugye rangsorolt szezonnak, és ugye még mindig ugye ezt az a 114 SP2-t tudjátok megszerezni. Ha kíváncsiak, milyen a tank, már készítettem róla egy ilyen első benyomás videót, hogy beírjátok a Youtube keresőbe egy tankelit 114 SP2, akkor meg fogjátok tudni róla találni a videómat. Nagyon kíváncsiak vagytok, hogy milyen, nem sok minden változott egyébként, ugye gyorsan megnézzük ezt a cikket, aztán utána megyünk a tankai át. Ugye ami, ami változott és érdekes lehet, hogy meg lehet szerezni ezt az új skin a KPZ50T-re, és ez ugye 5000 kötvénybe fog kerülni. Ugye megint előjön a kötvénybolt, a rangsoró csatás kötvénybolt. Amit itt egyébként nem találtam még információt, az az, hogy megint el kell leérni a kettes divíziót, egyébként valószínűleg tartom, hogy igen, hogy megnyíljon ez a kötvénybolt, mert ugye az elő, az első felvonásnál hogy oda volt írva, hogy el kell érni mindenképpen a a Divízió 2-t, hogy, hogy meg tudjátok uh, nyitni ezt a kötvényboltot. ugye erről nem találtam egy infót, lehet, hogy csak én vagyok vak, uh, majd ez kiderül pontosabban. Na, látjátok, megint meg lehet majd venni a konceptet, a KPZ-t, a Sárleményt, illetve a, Skodát, illetve uh, 3D stílusokat, és itt látjátok már ezt az árakat. Azt nézem, hogy esetleg valami változott-e -e még. Ugye a rendszer az nagyjából ugyanúgy maradt, hogy nézem, Uh, itt vannak, hogy mi, miket lehet majd nyerni uh, az egyes divíziókkal, ez nem változott, ugye itt vannak a festések, amiket lehet nyerni, és itt vannak a különböző, ugye attól függően, hogy mennyi token szereztek, attól függően ugye mennyi cuccot fogtok kapni, tehát látjátok egyébként, hogy uh, 9 token kell szerezni ahhoz, hogy végül meg tudjátok uh, szerezni a, a tankot, ugye ezt a 10-es és egy 15 a max token, akkor kapjátok maga a legtöbb cuccot. De igazából a rangsorolt csatákról már kismillió videóm van, hogy hogyan is működnek. Azt érdemes megnézni, mondjuk az első felvonásra beírjátok, hogy tankillit, rangsorolt csaták, tehát megtaláljátok a videómat, úgyhogy ezzel nem húznám az időtöket, hanem térjünk is át a, tankokra, amiket ugye tudok ajánlani mindenképpen a rangsorolt csatáknál. Fontos elmondanom, mielőtt még belemegyünk a a tankoknál, hogy melyiket ajánlom, hogy ezek személyes vélemények, és nem azt jelenti, hogy csak ezekkel uh, a tankokkal tudtok haladni. Én csak a, a saját tapasztalataim alapján mondom el ezeket, hogy én mivel tudtam jól haladni, szerintem mi működik jól, úgyhogy ezt szeretném uh, nektek most megmutatni. És elkezdeném a nehéz tankokkal. Nehéz tankokból viszonylag könnyű a helyzet, mert két tank van, ami abszolút uh, meta lesz, és az egyik ugye a VZ55, de még ennél is metább lesz, ugye az a Kramwagen, én nem véletlenül hívták a rankedet krankednek, mert ugye a tankoknak, hát ugye a magasabb tierekben, meg most ugye volt uh, a Kramwagen, hát szerintem a tankoknak az ilyen 70-60%-a az Kramwagen fog, fog állni, főleg az első napokon a magasabb tierek, vagy a magasabb divíziókba, mert minden jó játékos ugye ezzel a tankkal fog gurulni. Nyilván ugye beüthetetlen torony, ül a huldanyába, táras, minden minden megvan hozzá, ami kell, hogy ugye OP tank legyen. Annyi, hogy a ranked felszerelésnek, ugye láthatjátok most a HP busz szellő és Tabi van rajta, itt tudnék ajánlani azt, hogy a HP buszot tartsátok meg, a szellőzést egyébként -egy, egy, egy turbóra lecseréltetek. mert a rankedben sokszor fontosabb az, hogy elérje a pozícióban, mint hogy az, hogy milyen gyorsan uh, tudsz betölteni, tehát a, a, pozíció elfoglalás az fontosabb uh, tud lenni, úgyhogy ide egy turbót rakhattok és a stabilit meghagyhatjátok. Ugye a VZ55, ugye az is egy nagyon erős egy tank, ugye nyilván kinéz a akkor BIM 1000-es kivál két másodperc alatt, az visszahúzza, és ugye ugyanazt tudom mondani, hogy HP busztot használtok rá, illetve ugye turbót, hogy megint ugye gyorsabban odaérjetek a pozícióba hogy ez a két tank, ez abszolút meta lesz, hogy mindenképpen használjátok. Ami még szerintem még egész jól tud működni, az a Super Kicsit hátrányban leszek ugye egy Kranwagerhez képest, mert ugye hittel simán be tudja ütni a, a kupulátokat, illetve a gyűrűt, ágyú menetet, ezeket be tudja ütni. De alapvetően ugye megbízható az ágyja, és hogyha azt a felszerelést, setupot használjátok rajta, amit most megmutok, megmutatok, hogy ugye HP busztot használtok rá, illetve ugye egy, egy turbót raktok rá, akkor, akkor igazából szerintem ez kis is kiváló tud lenni a rangsó csatákra, megbízható ágyú, jó DPM, toronypáncél igazából tényleg, szerintem ez a három tank alapvetően ugye jó, vagy metatank lesz, és a többi tank, amit itt mutatni fogok, azok olyanok, hogy szerintem szorzózáshoz egészen jók, tehát nem azt mondom, hogy ezekkel kell pörgetni a csatákat, amikor már, hanem amikor tudjátok, ugye kapni fogtok a besoroló csaták utána ugye ilyen szorzós csatákat, és azok ugye egy, egy tankra csak egyszer lehet elnyomni egy nap a, a tehát minél több tankotok van, annál könnyebben tudtok haladni, és ugye ezeket a tankokat tudom ajánlani arra, hogy ugye elnyomjátok ezeket a szorzókat. Ugye az egyik az ilyesét, ugye ilyesét az viszonylag egy egyszerű tank, beálltok vele hulldownba, pattingattok, az ugye kaptok ugye roll xp-t, azzal extra xp-t tudtok szerezni, ugye magas az alfátok, gyorsan beértek a pozícióba, és szerintem ez a egy, egy jó szorzós kört mindenképpen ugye lehet gurulni, ugyanaz 277-tel beálltok valóva hulldownba, jó az alfátok, jó a hitlőszer ugye, igazából tényleg ez a, az a tankkal is viszonylag egyszerűen tudtok ugye, roll xp alapján ugye szerezni, jó helyezést, ugye sráfot, ugye E100, is tud működni, nyilván ez jól kell forgatnotok a tangotokat, mindenképpen szerintem a kis ágyúval használjátok, mivel ugye jó lesz a DPM-etek, meg jó az alfa sebzésetek, és próbáljátok meg ugye a HP-tokat kihasználni arra, hogy, hogy jó trédeket ugye folytassatok, illetve ugye nyilvánvalóan az is fontos, hogy, hogy pattintsatok, hogy azzal kaptok ugye extra XP-t, ez azt is tudom ajánlani mindenképpen annyira hogy rakjatok rá ugye HP boostot, az, az sokat tud segíteni a tankon. A után, ugye a jó ágyölmétre amit ide beraktam, nyilván ugye a teste papír, meg kupoláját beütik, de a jó ágyő, ugye meg a jó hitlőszer átütését, illetve a jó DPM-ét ki lehet használni. Ugye a 60 TP, 60 TP-nek a troll páncéját, magas alfáját, ugye a pattintani is tudtok vele, huldalnozni is tudtok vele, alapvetően egy szorzós körre mindenképpen jó. És én még beraktam ide a rinocéros, amivel sokan ugye nem értenek feltétlen egyet, mert, mert ugye nincs DPM, és azt mondják, hogy ugye a rankért csatához kell a DPM, de szerintem a DPM-nél kicsit fontosabb az alfa hogy amikor kinéz egyszer az mi vagy kinéz egyszer az ellenfélre, akkor ugye meg tud lőni, és ugye 490 es alfa azért egészen kellemes tud lenni, plusz jó az ágyúja, és szerintem még huldalnozni is lehet vele, hogyha okosan csináljátok, nyilván be tudják perelni a tornyotokat, de hogyha Szerintem ez a tank is tud működni a rangsorolcsatákon. csatákon. meg megvoltak a nehéz tankok, uh, ugye nézzünk át a médium tankokra. Médium tankoknál is két abszolút meta van. Ugye a Leopard 1, illetve az STB STB. Az uh, nyilvánvalóan a 14 fokájú süllyedése miatt, illetve az elképesztő DPM-e miatt. Ugye Leopard 1 meg a pontos, precíz ágyúja miatt, meg a nagyon jó és átütése uh, miatt. Úgyhogy ez a két tank az abszolút meta lesz. Amit még szerintem szorzónak lehet használni. Ugye 140. A, a C63, a Progetto, illetve a TVP, ezeket szerintem nyugodtan tudjátok használni szorzózgatásra, mert, mert egy-egy jó kört nagyon könnyen lehet velük gurulni, nyilván táras tankokkal eltala, el, elkaptok mondjuk egy jó, jó ütemben lévő meccset, kitárasztok kétszer, már megvan a kés, ráfotok, megvan két sráfotok, meg van két kiletek. ugye nyilván, hogyha Rolex Péteket csináljátok. És haladva tovább, ugye itt vannak a könnyű tankok, könnyű tankokból viszonylag könnyű, mert ugye legjobb tank nyilván választásnak az LBR, illetve másodlagosnak a t 100 ezekkel, hogy kaptok egy nyitott pályát, akkor egészen jól fogtok tudni játszani, nyilvánvalóan ezek, ezek tök metatankok alapvetően randomban is, úgyhogy úgy ranketban is tudom őket mindenképpen ajánlani. td közül, meg látjátok egyébként, kigyűjtöttem ide a V4-est, ugye az N4-est, a grillét, a az E3-at, illetve az strv amit alapvetően biztos, hogy tudnék ajánlani, az a V4-es, szerintem az egy városi pályán lehet vele jól össze-vissza jó az alfátok, Ugye egy STRV a nyitott pályákon ugye tud aprítani rendesen, illetve talán még, talán még az E3, ami így a meta tud lenni, mert ugye nagyon jó az lőszrátítésetek, és ezzel a felszerelés, ugye jól hogy sok lövés ki tudtok tankolni, de mit még szorzónak mindenképpen lehet használni, szerintem egy grill ugye pontos, precíz ágyú, illetve az E4-es, ami ugye könnyen beütik, meg, meg rosszabb, azt szoktam mondani, hogy jól van, mint, mint egy S100, könnyebben beütik, viszont a 375-es apcr re plusz a forgótornya miatt szerintem egészen okosan tud működni. Hogyha nagyjából végigértünk a, a, tankokon, most egy-két tippet, illetve trükköt mondanék, hogy hogyan is érdemes haladni a rangsoroltan, ugye? Az első tippem az az, hogy igazából itt nem láttok minden tankon tökéletes felszerelés, mert ugye itt a CC fiókkal nem tudok, vagy nem szabad rankedeznünk, de ugye a medium tankokon is illetve a nehéz tankokon is, ugye használjátok HP boostot. Ez azért fontos, mert a rangsoroltban nagyon-nagyon fontos, főleg a médiumoknál, a, nem is igazán az, hogy több HP-tok lesz, ami nyilvánvalóan az is fontos, de talán az még fontosabb, hogy ne tudjanak könnyen megtrekkelni titeket, mert mindenki arra fog menni, hogy oda trekkelje a másikat, ugye az neki track assist, ugye meg kivesztek kibesz, egy tankot a, a, játékból, úgyhogy mindenki a trekket fogja lőni, és ugye ha rajtatok van mondjuk a HP boost, főleg akkor jó, hogyha ki van fejleszve, a field modifikációtok is ugye rá tudjátok rakni uh, a közepes tankétokra, mert akkor meg is kapjátok az extra bónusz, de hogyha nincs is extra bónuszotok, szerintem még akkor is érdemes egy szellőzés helyett um, használni ugye HP boostot, nézzétek meg, hogy van felszerelve ugye az STB-m, ugye itt van rajta a HP boost, itt is a Leon, ott van a HP boost, mert sokszor az egy-egy Lövésnyi HP tud segíteni, illetve az, hogy nem trekkelnek oda titeket, ez nagyon fontos tud lenni. Ugyanúgy ez a heavy tankoknál, tö ugye ott még több HP, és még nehezebben trekkelnek oda titeket, hogy mondjuk pusoltak át valakire útközben, ne trekkelnek, meg ez nagyon-nagyon fontos tud lenni. A következő fontos tippem a rangsorolthoz az az, hogy ne, hogyha, hogy ne az első pár napba kezdjétek. Főleg ez akkor igaz, hogyha hogyha ilyen átlagjátékosok vagytok, nem ez a tryhard, most megcsinálom, minden ö, szezonban aranyligás voltam, játékosok vagytok, mert akkor nyilván mentek, aztán megcsináljátok easy peasy. De hogyha átlagjátékosok vagytok, és csak tényleg szeretnétek mondjuk elérni a második divíziót, hogy kivegyétek a bonsokból a, a KPZ-t, vagy a konceptet, vagy csak tényleg meg akarjátok próbálni, mennyire jók vagytok a játékban, én azt állom, hogy ne az első mondjuk 3-4 napba játszotok. Szimplán csak azért, mert akkor kezdenek el a legtryhardabb játékosok, a legjobb játékosok játszani, hogy, hogy megcsinálják a sprintert, és végezzenek a rangsoroltal minél gyorsabban, hanem inkább mit 3-4-5 napot, és utána elkezdtek szépen lassan játszani, és itt jön a következő tippem, az az, hogy ne játszatok egyszerre sokat, vagy egy nap sokat. Hogyha a tehát a rangsorodban nagyon-nagyon figyelni kell a legapróbb történésekre is a pályán, és ugye a koncentráció az egy idő után ugye elveszik. Főleg akkor, hogyha mondjuk rossz meccseket kapsz, tehát lúz, lúz, egymás után, és egyszerűen egyre jobban mérges vagy, ha egyre jobban mérges vagyok, egyre rosszabbul teljesítes, teljesítes, az igen, nem tudok beszélni, teljesítesz, és nyilván az a teljesítmény robására megy, hogyha minél többet játszol úgy, hogy közben nem tudsz koncentrálni. Tehát inkább osszátok be ugyanapotokat, hogy játszottok egy keveset, és amikor úgy érzitek, hogy elfáradtatok, már nem tudtok úgy koncentrálni, akkor hagyjátok abba, játszatok esetleg valami mással, kicsit nyugodjatok le, aztán amikor megint úgy érzitek, hogy tudtok koncentrálni, akkor ugye újra játszotok. És én így gondolom, hogy osszátok, tehát van sok napotok, hogy megcsináljátok, osszátok be az időtöket, és így próbáljátok meghaladni. Szerintem ez egy újabb fontos tip. A következő tippem az nem más, mint a ugye a Roll XP, hogyan fordítsam ez nektek, ugye a tankot, mindegyik tanknak lesz egy megosztott uh, szerepe, hogy mire kap ugye extra XP-t, és ezt meg is fogjuk, azt hiszem lesz róla majd egy cikk is, mert általában szoktak kidobni a Wargaming odalára egy cikket, illetve a játékban is láthatok majd egy leírás, hogyha azt hiszem, hogyha bejöttök ide a normál csatához, és ide átjöttök a, a rangsorolthoz, akkor itt lesz egy ilyen kis információs fül, és ezt le is tudjátok tekerni, egyébként most nem tudom letekerni, lehet azért, mert még ugye nincsen rangsorolt és nem engedi, de ugye itt fogok találni információt arról, hogy a titankotok mondjuk tegyék fel, mondjuk a ti tankot, egy nehéz tankotok, egy közelharci tank, mondjuk tegyék fel, mondjuk egy 257, de mondjuk a hátulról snipoltok vele, akkor, és hiába mondjuk ütitek be az ellenfelet, van sebzésetek, és mondjuk tegyük fel azt, nyertek, lehet, hogy nem fogjátok megkapni a, ugye az ex, vagy a két stráfot, hiába mondjuk ték fel sebzést, akkor olyan mondjuk heavy tank fogja megkapni, akinek mondjuk van 2000 sebzése, de mondjuk van kettő kije, illetve ott volt a frontvonalon, ott osztott ki sebzést, és mondjuk le, le is pattintott pár lövést. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy figyeljétek arra, hogy a tankotokat a megfelelő szerepbe használjátok, mert ugye akkor extra XP-t kaptok, és akkor ugye nyilván több sebron tudtok szerezni magatoknak, és, és, akkor egyébként most teljesen le is fagyott a, a játékom, nem is tudok visszamenni. Na, csak vissza tudok menni. Na, tehát nagyjából ezeket a tippeket tudom adni a rangsorol csatákhoz. Esetleg, hogyha van kérdésetek, amire, amit nem válaszoltam meg, akkor mindenképpen tegyétek föl a komment szekcióba, hogy, és srácok, mindenkinek nagyon sok sikert kívánok, a rangsorolthoz türelmet és jó csatákat. Ha tetszett ez a videó, egy like tudjátok nekem jelezni, hogyha nem szeretnétek lemaradni hasonló videókról jövőben, akkor e a feliratkozást nagyon szépen megköszönöm. Ha élőben is szeretnétek látni engem, akkor a Twitch a linkjét megtaláljátok a leírásban és hogyha szeretnétek kérdezni tőlem, akkor is, amikor mondjuk nem itt a, vagy nem itt a videó alatt szeretnétek kérdezni, hanem gyorsabb válaszra váltok, akkor mindenképpen csatlakozatok a Discord szervere, nagyon király közösségünk van, nem csak én, a közösségből szinte bárki tud nektek segíteni és válaszolni, nagyon segítőkész közösségünk van ott, ennek a linkjét is megtaláljátok a leírásban, több mint 1600-an vagyunk, nagyon szépen megköszönöm, hogyha csatlakoztok oda. Én megköszönöm nektek ismét a kitartó figyelmeteket, és akkor sok sikert mindenkinek még egyszer. Tankét voltam, következő videóban találkozunk. 私はそう。S S